Az ötlettől a megvalósulásig egy év telt el, mondta Szutter Levente, a Tatabánya Pont rendezvényszervező és turisztikai iroda vezetője. Jelent már meg más városban a Magyarország kincsestára sorozat, és most elérkezett a lehetőség és az idő, hogy Tatabányáról is megjelenjen ilyen kis alakú könyv. Az volt a szándékunk, hogy a várost minden 4 évszakban bemutassuk, vagy minden 4 évszakból legyen benne fotó, úgyhogy ehhez szükség volt, hogy egy év elteljen. A könyv mérete pont azért akkora, hogy akár távolabbra tengeren túlra is el lehessen vinni könnyűszerrel, bőröndbe betéve, úgyhogy külföldieknek, távollakók, távolélőknek is, de akár Tatabányáról elszármazott távolélő barátainknak is el lehet vinni ajándéképpen. Ezen szívesen lehet forgatni, mert látszik benne, hogy a város mennyit fejlődött az elmúlt évtizedekben, viszont tatabányaiknak is épp úgy szól, mert hogy én azt gondolom, hogy ha kezünkbe veszük, akkor rengeteg olyan fotókon keresztül, rengeteg olyan pontját ismerjük meg a városnak, amit esetleg a hétköznapokban nem veszünk észre a nagy rohanásban. A könyv a Tatabánya Pont ajándékboltjában, a Vértes Agorája épületében kapható a Szent Barbara tér 1 szám alatt, és illetve tárgyalást sokat folytatunk a városban található könyvesboltokkal is. A Szülőföld kiadó gondozásában megjelent kötetet Schmidt Csaba polgármester is méltatta a bemutatón. A városról régen is készültek különböző fotóalbumok, fényképalbumok, de nagyon régen volt már, hogy új fotóalbumot adtuk volna ki a városban. Legutoljára a Tatabánya Annó kiadványok készültek, amik nagyon népszerűek voltak a régi város megmutatásában, de a mostani kiadvány az pillanatképeket mutat a mai Tatabányáról, azokról az épületekről, közterületekről, azokról a sikerekről, közösségi rendezvényekről, amelyeket a mindennapokban ma is megélhetünk, és erről ad a tatabányai fotósok szemével pillanatképet nekünk ez a kiadvány. Bemutatja, hogy mennyi érték van a városunkban, és mennyire büszkék lehetünk ezekre az értékekre. Én javaslom minden tatabányainak, hogy nézzék meg ezt a könyvet, és bátran ajánlják ismerősüknek, akár ajándékba is, a nem tatabányai rokonoknak, barátoknak, hiszen ez a könyv egy igazi képet mutat a városunkról. A kiadvány sok érdekes, a várost különböző nézőpontból bemutató fotó is színesíti. Amikor megkerestek a Tatabánya Ponttól, hogy még kellene fotó, és kaptam egy egész hosszú listát, hogy még mire lenne szükség, és hát ami az én tarsolyomba volt, azt mind megpróbáltam nekik elküldeni, de még nem láttam. Nem láttam, hogy mennyi kép került bele, de gyanítom, hogy azért van benne jó pár. Nagyon jó érzés. Főleg úgy, hogy a Tatabányáról mindenki azt gondolja, hogy egy borzasztó ronda város, és ahhoz képest, tehát hogyha megnézzük ezt a könyvet, ez nem egészen ezt tükrözi. Tehát azért vannak Tatabányának rejtett értékei, és reméljük, hogy ezt értékelni fogják azok is, akik kezükbe veszik a könyvet.